akkor én először is azt kérdezném az alkotóktól, hogy miért érezték ennyire fontosnak ezt a darabot, és hogy miért ez került színpadra, és hogy mit mond a ma közönségének ez a darab az ő olvasatukban. Hát igen, ez egy eléggé kézenfekvő kérdés. Tehát én vállalom azt, hogy nekem ez egy fontos téma volt. Én azt éreztem, hogy rám erősen hat ennek a darabnak legalább 3-4 aspektusa. Az egyik az az, amikor egy ember elképzel egy világot, és nagyon keményen beleütközik abba, hogy ez más, mint amit ő gondolt róla. A másik az aspektus, ami a szerelmi szál, amiben van valahol, tehát az a kettősség, hogy megmenthetné az életét, de ezen az áron úgy dönt, hogy túl nagyot vesztene, vagy annak az életnek már nem volna meg az az értéke, ami miatt meg kéne menteni. Ennek az embernek olyan szintű méltósága forog itt kockán. A harmadik aspektus pedig valahogy ez az ilyen félig atyai, félig patriarchális, félig uralkodói viszony, ami valahogyan úgy lavíroz az emberséges és jogos és törvényes érvek között, amiben végül is mégiscsak valahogyan egy ilyen férfiúi agancsméregetés a vége, vagy mégiscsak valamiféle módon egy megrendszabályozás, mégiscsak valami módon egy helyre rakás a történet lényege, de közben ez egészen brilliáns módon van jogos érvekkel körbebástyázva. Szóval engem ebben ezek a dolgok érdekeltek. Anna? Köszi. Szóval, hogy persze ez Ádám választása volt, de valami nekem tetszik az, hogy van egy ilyen induló csapat, mint az Exit, és nekem ez a Homburg, bocsánat, én a dramaturg vagyok. Szóval, hogy nekem ez egy felnövés történet, hogy van ez a szabálytalan, exaltált kamasz, aki állandóan falakba ütközik, és ezt ismeri föl. És valami nekem ez tetszik, hogy ez a fiatal csapat ezzel indít, hogy akkor most megmutatjuk, most felnövünk. Én itt az evilági egzisztenciának, vagy a húsvér egzisztenciának, vagyis az élet megmentésének, illetve a nem evilági egzisztenciának a becsület megmentésének, a lelki üdv megmentésének a konfliktusát látom ebben a cselekményben. És hát az köztudott, hogy a szerző az hát maga is elég súlyos depresszióban élt, és végül aztán úgy vetett véget az életének, hogy félvén a haláltól keresett egy társat az öngyilkossághoz. És amikor megtalálta ezt a társat, ami egy gyógyíthatatlan rákbeteg nő lett, akkor vele közösen követték el az öngyilkosságot. Na most ez, azt hiszem, hogy ez a szerző utolsó műveként hát bizonyos értelemben magát írta bele a hősébe. A hercegnek az állapota egy egészséges pszichével, vagy egy egészséges lelki állapotban ez a viselkedés, meg ezek az ingadozások, meg ezek a hangulatváltozások, és a húsvér egzisztencia ilyen könnyelmű módon való elvetése, amit látunk a színen, hát én nehezen tudom elképzelni, hogy egy egészséges lelki állapotban megvalósulhat. Hát, ez itt túl azon, hogy gyermekfelnövés története, túl azon én nem nagyon tudom, én nem tudom, hogy ez mennyire vett részt az alkotási folyamatban, vagy hogy az alkotóknak ez mennyire volt a szándéka, de az én számomra ez úgy tűnt ki, hogy aki
ennyire könnyen eldobja magától az életét gyakorlatilag egyik óráról a másikra. Az élet és a halál közt annak az életével hát nehéz együtt kelni, feküdni, és hát kvázi túl könnyen áldozza fel az életét. Ez egy depresszióra utal. Ez a művészi koncepciónak a része, vagy valami teljesen idegen és vad dolog, amit mondok? Én szerintem annyi... Nem, egyáltalán nem idegen. Azt gondolom, hogy egy nagyon... Igen, ilyen értelemben nagyon-nagyon drasztikus kiingásokra hajlamos emberről van szó. Egy nagyon végletekben gondol, nagyon végletekben éli meg, nagyon impulzív, nagyon erőteljesen hat rá mindenfajta benyomás. És akkor itt azon lehet vitatkozni, hogy ez honnantól betegség, meddig tehetség, meddig érzékenység, honnantól őrület. Az biztos, hogy nagyon-nagyon szélsőségesen éli meg mindent, ami történik vele, és az is biztos, hogy a saját döntései is. Mert mint ahogy látjuk itt azt, amiről te beszéltél, hogy nagyon könnyen eldobja, de előtte azért van egy olyan jelenet, amiben meg mindent feláldoz már előre. Tehát tulajdonképpen lát egy sírt, és akkor elönti ez az érzés, és tulajdonképpen azt a lányt, aki mindennél fontosabb, azt odadob, mindent odadob, és utána miután szembesül ezzel a helyzettel, ami történt, azután próbál valamit visszamenteni, mert hirtelen rádöbben erre a dologra, amit egyszer az előbb már említettem, hogy lehet, hogy túl nagy ár, lehet, hogy így nem éri meg megmenteni az életet. És ugyanilyen impulzív döntésekre utalnak azok az apróságok, hogy bemegy a temetőbe, hogy ott egy templom gyorsan imádkozik egyet. Szóval ezeknek a hát igen, ez valahol nagyon gyermeki, valahol impulzív, nagyon, nagyon végletekben gondolkodó. Ádám? Hát igen, még annyit az jutott erről eszembe, bár nem tudok nagyon beszélni, de ezért megpróbálok, hogy az önkép a fontos szerintem itt, sok minden, de hogy mindenkinek van egy önképe, amit fönn akar tartani magáról, amiben ő önazonosnak tartja magát, amiben úgy érzi, hogy ő az valóban, aki. És amikor ez tehát előfordulhat, hogy ez nagyon távol kerül attól, mint a valóság. És ennek persze lehetnek gyerekkori okai. Tehát nem tudjuk, hogy a Homburg mikor lett ilyen, és ezt nem tudjuk. De az biztos, hogy számára az élet rájön, hogy értelmetlen úgy, ha ő nem hős. Tehát meg kell találni, hogy hogyan lehet ő ebben az abszurd helyzetben valahogy mégis hős, mert különben teljesen értelmetlen lesz élni. És ez azért van, mert iszonyatosan azonosult azzal az önképpel, hogy ő a hős. És máshogy nem érdemes élni. És én még csak egy dolgot fűznék ehhez hozzá, mert szóval az első két kérdésben a kapcsolat, hogy miért fontos ez a darab ma, ha egy sült bolondról szól, hogy jövünk mi egy sült bolondhoz, az már nem állítom, hogy ezt állítottad, de mégis ezt valahogy összehallottam benne, és szerintem jó, hogy erről beszélünk, hogy szerintem valahol irigylésre méltó az az élet, ami ennyire végletekben, ennyire teljesen kimeríti azt a pillanatot, amiben van. Tehát az lehet gondolni erről a fiúról, hogy sosincs ott. De valójában van neki egy olyan pillanata, amiben ott van, csak az nem, nagyon sokszor nem az, ami éppen körülötte történik. És hogy számomra ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy valahol az egy nagyon irigylésre méltó állapot, ahogyan ő el tud merülni bizonyos dolgokban. És szerintem ez valamelyest az egészséges emberekre is teljesen jellemző. És azt gondoltam, hogy ez nyilván egy darab, nyilván végletesen gondolkodik, nyilván maga Kleist egy olyan ember, akit valószínűleg ezek a dolgok nagyon erősen érintettek. De hogy ezért gondolom azt, hogy van bennem valahol egy ilyen értelembe vett rokonszem, azonosulás vágy, hogy egyrészt érzem azt a dolgot, hogy valamiben elmerül az ember, ami nem éppen az, ami körülötte van, másrészt meg szerintem szuper, hogy bizonyos értelemben, ha valaki képes ilyen szinten elmerülni egy-egy pillanatban.
Igen, csak ezt kiegészítendő, hogy azért ez az ember az illúziók, az álmok meg a vágyak világában mozog otthonosan, és amikor ez összeütközésbe kerül a valósággal, akkor van probléma, akkor zökken ki az ő világa. És mondjuk ilyen értem, most megint egy másik értelmezés, hogy miért, mit jelenthet ma, ez azt is jelentheti, hogy ma mi történik ezekkel az emberekkel, aki nem elég élelmes, aki nem elég gyakorlatias, azok, bár ez régen is így volt, tehát azokat azért a világ az szétzúzza, és szerintem az a szépség ennek a darabnak, hogy pont azzal teszi végleg tönkre, hogy életben hagyja. Mert szóval azzal nem tud mit kezdeni az élettel. Én azt hiszem, hogy az, aki ennyire könnyen odadobja az életét, vagy készen áll odadobni az életét, az, akinek már nincs más mentsége az életére, csak az, hogyha hőssé válik, az, aki parancs nélkül vonul a hadba, mint egy elébe lovagol a halálnak, hát gyanús, hogy kedélybeteg. Tehát gyanús, hogy nem sok örömöt, vagy nem sok stabilitást talál az életében. Miután ezt a darabot a szerző halála után évekkel bemutatták, hát azonnal megbukott. És a kor embere az tényleg egy bolondot látott. Hát ez egy idióta. Tehát ők így látták. Mert valahogy az a modern nyugati ember, aki a hős, aki a herceg, az akkor még nem volt, még nem létezett, még nem született meg. Ez a fajta zavarodott hős, aki nem tudja, hogy mit válasszon, az e világi egzisztencia, meg az eszmevilági egzisztencia, az anyagi húsvérvalóság, meg a dicsőség, a hírnév, az emlékezet igazsága között. És itt csak az a kérdés, hogy így a 20. század után még léteznek? Ma még elmondható, hogy léteznek a mai korban, amikor már a társadalom azzal henceg önmagának, vagy a társadalom különböző tagjai azzal veretik egymás előtt, hogy van az a pénz, amiért korpásodik, és ilyenkor röhögnek, és isznak rá egyet. Hogy ez a kérdés, hogy ez a herceg, akiről ez a történet szól, ez a figura, aki tulajdonképpen a nyugatnak, vagy ennek a civilizációnak, vagy ennek a krisztusi értelemben vett új embernek a legjobbja, vagy valami igazi, valami eszményíthető hős, valami ide a világból leszállt szereplő. Ez létezik még? Ez van ma még? Vagy ez volt valaha is? Vagy ez egy olyan eszmény, amiben már maga a szerző a maga depressziójában, a halál torkában, tulajdonképpen a kripta mélyére, sötétségébe betekintve ehhez tudott nyúlni, mint az utolsó tényleges hőséhez, akit még a néző elé állíthat. Hát ez volna a kérdésem. Nem tudom, hogy mennyire megválaszolható kérdés az alkotókhoz. Mi a Recki Edit, a látványtervezője az előadásnak? Úgy válaszolva erre a kérdésre, hogy hárommal vagy négyel előbbi kérdésre is válaszolva, hogy engem pont az fogott meg ebben a darabban, amikor az Ádám fölkért, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy én magam is Homburg vagyok, és mi mindannyian a művészek a mai világban Homburg hercegek vagyunk, pontosan e között, a két identitás között vergődve, hogy hol tudjuk kifejezni, vagy megélni a fantáziánkat, az álmainkat, és mi az a külső világ, amilyen kockákba, meg szögletes formák közé kényszerít minket, és mik ezek a furcsa leplek, vagy fájtlak, amik a valóságot
eltakarják előlünk, illetve mi a valóság. Tehát, hogy eleve itt ez egy kérdés, hogy az az álom, ami mi álmodunk, szóval ez az egész kérdés ezért izgalmas, mert hogy önmagunkat láttam meg ebben, hogy művészek hogyan küzdenek meg a mai világgal, ha érthetően mondtam el. Hát az, igen, az jutott eszembe, hogy hányan képzelik ma is magukat hősnek, és hogy ez milyen veszélyes tud lenni, amikor egy ember azt gondolja, hogy ő arra hivatott, hogy ő azt mindenképp keresztül vigye. Illetve az, hogy azért annyiban, tehát szerintem ilyen soha nem volt ilyen ember, és annyiban nem is klasszikus hős, csak próbál ennek így megfelelni, hogy hát amikor meglátja a sírját, akkor hát összefossa magát, és emiatt is bukott meg mindig, mert ez nem stimmelt, nem illett bele abba a porosz ideába, hogy milyennek kell lenni egy hősies katonatisztnek. Azt még megbocsátották volna neki, hogy a parancsot megszegte, mert hát győzött. De azt, hogy a haláltól megijed, azt nem. És egyébként később is mindig megbukott. Ezt a Babarczy László mesélte, hogy ez Magyarországon először, azt hiszem 71-ben vagy 72-ben volt Kaposváron. És volt olyan előadás, amikor a nagy színpadon 7 néző ült, ami hát kevesebb volt, mint a játszó színészek, mert ez egy több szereplős darab elvileg. És akkor mondta a Babarczy, hogy de játszani kell, mert hogy ez a színészeknek is, meg annak a 7 nézőnek is, ezt játszani kell. És hát én úgy tudom, hogy azóta is mindig megbukott. És hát most se vagyunk olyan sokan. De, ez egy ilyen darab. Igen. Igen, hát egyébként Kleisznek az összes darabja megbukott. Az eltört korsót szokták, mert az egy ilyen úgy tesz, mintha vígjáték lenne, és ezért azt úgy először. Ezt lehet vígjátéknak érteni, és ez annak idején is egy kicsit már értékelték, de az összes többi az bukta volt. De igazából azt akartam csak mondani, hogy nem tudom, hogy mennyire eszményi ez a figura egyébként, most így kívülről nézve. Szóval nem biztos, hogy az jön le, hogy akkor ez egy csodálatos ember. Kár, hogy a Terhes Sanyi, aki a választó fejedelmet játsza, és azonosul a szerepével elment, mert ő elmondhatná, hogy milyen idegesítő, bosszantó, pökhendi, szabályokat betartani, képtelen alkalmazkodni, képtelen picsúr. Hogy nem az van, hogy nem egy ideális figuráról beszélünk, vagy egy hősről, hanem arról, hogy ő a hős ideája, ami neki cél, meg a hétköznapi szarságok között van a probléma. Érted? Hogy... Ezt értem, csak elhangzott szerintem ez az eszmény szó is a rövetsájából. Nem biztos. Mert olyan biztos nincs szerintem. Írva lehet, vagy Walt Disneyben van, de ott is van, érted, jellemfejlődés, amíg elér odáig, hogy hős lesz egyszer, csak azt akkor mehet az Olympusra, vagy nem tudom. Én csak még annyit tennék hozzá, hogy nyilván ez egy létező, vagy a mai szemmel nézve azt látjuk, hogy ő olyan könnyen oda dobja az életét, de én ennek a másik oldalát érzékelem, hogy történt valami, amit olyan borzalmasan bán, amit megpróbál valahogyan jóvá tenni. És szerintem ez például egy olyan dolog, ami tök emberi, vagy ez bárkivel megtörténhet. Természetesen itt ennél a darabnál, de Kleist más darabjainál is az van, hogy nem ez a Stanislavskin felnőtt mikrorealista, lélektani realista hozzáállással lehet megfejteni. Tehát, hogy ennek egy része költészet, vagy szimbólum, de valahogy mégis arra képes, hogy ezek a szimbolikus képek valahogy mégis zsigerien hatnak. Mondjuk, ha egy másik darabját idehozom, a Penthesileiát, ott a két szerelmes, egy háborúban szerelmesek, és a végén a nő de facto Penthesileia megeszi az Achilleus, tehát széttépi a fogaival, és megeszi. És itt is érezzük azt, hogy valószínűleg nem egy ilyen elemzés. Ha ezt elkezdjük elemezni, akkor azt látjuk, hogy hát ez a minimum, hogy nem normális ez a hölgy, de hogy valahogy érezzük zsigerileg, hogy hol van a kapcsolat abban, hogy széttépi és megeszi, meg abban, hogy szerelem. És ennél a helyzetnél is valahogy azt érezzük, hogy valahogy, vagy én legalábbis azt érzem, hogy van ez az álomvilág, ebből fakadó küldetéstudat,
és ezzel a küldetéstudattal neki fut egy falnak, és hirtelen összeomlik minden, és olyan borzalmas szégyen van benne, amiből azt gondolja, hogy csak ezzel a halálvállalással tud tovább menni. És ezeket mind-mind olyan dolgoknak érzem, amiket így de facto, így konkrétan ha veszem a darabból, akkor valóban ilyen nincs, valóban ilyen ez őrület, valóban ez túl sok. Egy túlterhelt személyiségből jön ki, de valahogy mégiscsak hatnak valahogy, mégiscsak azt gondolom, hogy megtörténnek velünk nap, mint nap, és nyilván nem ebben a hiperbolikus formában. Csak a szégyenérzeten túl, mert ez régi kedves vitánk Ádámban, hogy azért ebben az is van, hogy mártírnak lenni, az megint a hősiesség egy formája. Tehát, hogy nem csak a szégyen viszi a halálba, hanem az egy az utolsó lehetőség arra, hogy hőssé váljon. Még egy valami, hogy amikor a halál ennyire közel van, én úgy érzem, hogy akkor megérti az ember, hogy az mindenképp itt lesz. Tehát mindenképp meg fogok halni. Most az a kérdés, hogy holnap, vagy 10 év múlva, vagy 20 év múlva. És azt a döntést hozom meg, hogy vagy a Homburg azt hozza meg, hogy a lelki korrupcióval nem érdemes 20 évet, inkább én legyek az, aki még egy napot él. Én valahogy így érzem. Én nem hiszem azt, hogy az önként, könnyen önként vállalt mártírium az őszinte és hiteles lenne. Az legfeljebb egy elvárásnak az a személyiségre, vagy inkább úgy mondom, hogy a személyiség látszataként a személyiség elé függönyzése. Maga Jézus Krisztus sírt a Gecsemáni kertben, és kérte az Úrtól, hogy ha lehet, akkor élne, ha szabadna. A kereszten ő maga mondta azt, elgyengülve, hogy atyám, miért hagytál el engem. Most ezek után gyártsunk olyan hősöket, akiknek legyártjuk a mártíriumát, legyártjuk a mártíriumukhoz tartozó kétségtelenséget, ami valójában egy hazug póz, amit a porosz ember, de leginkább a porosz uralkodó elvár. Ez valahogy, ha előbb nem, a 20. században, a 20. század rémuralmai közepette, meg világháborúi közepette, ez az ábránd a hősiesen és önként és boldogan vállalt mártíriumról, ez megsemmisült. Én ezzel teljesen egyetértek. Én csak azt mondom, hogy én el is hiszem ezt az ábrándot abban a pillanatban. De ez én is egyetértek. Okay. Ez így van. És egy menekülő útvonal. Hát ez egy teljesen hazug út, amiben bele lesz kergetve. Amiről az van mondva, hogy azt van mondva, hogy ha ez lesz, akkor büszke lehetsz magadra. Ez van tanítva kicsit, és ez van elhíve. És hát amit a herceg gyengeségének láttak a múltban, vagy látják általában a nézők, amikor újra meg újra megbuktatják ezt a darabot, amit azért újra meg újra színpadra állítanak. Valamiért. Igen. Akkor ők valójában azt látják gyengeségnek, ami a hercegnek az ereje, ami a hercegnek a tényleges emberi egzisztenciája, és ami által a herceg konzisztens. Én legalábbis úgy látom. Hát a hamisságot várják el, pedig az ember a halálba, az az ember, aki a halálba könnyen gázol bele, az valójában el akarja dobni az életét, de ez az egyetlen és a legsötétebb titka, és ha ezt valaki rámeri olvasni, akkor azzal ugye megfosztja a mártíriumától az egyetlentől, amilyen van, hiszen az életét most dobja el. Akkor már a mártíriumától is megfosztja őt, de a drámaírónak, meg a színjátékosnak az összes feladata az, hogy az embert a maga teljességében megmutassa a színpadon, és én azt gondolom, hogy nem teljes az a hős, nem hiteles az a hős, amelyik kétségek nélkül vonul a halálba, még akkor se, hogyha megtölti a színházat. És újra meg újra teltház előtt kell játszani a darabot, mert valami hamis, valami hazug, valami fölülről lefelé elvárt szerepet jutalmaz. Azt hiszem, hogy nem, tehát
Nem hiszem, hogy Tália istenasszony várja el, hogy ilyennek mutassuk a hősöket. Mint hogyha sokkal inkább az állam várná el, vagy mint hogyha sokkal inkább a mindenkori hatalom várná el, hogy egy ilyen eszményt gyártsunk hazugságokból az embereknek. Hát azt hiszem, hogy ez erről szól. Vagy én azt hiszem, hogy itt ezt látjuk. Azt látjuk, hogy egy ember igyekszik magának megmagyarázni az utolsó pillanatokban, hogy ez lesz a jó, és annyira hitelesen igyekszik, mert annyira keményen meg van rá tanítva, meg annyira egyedüli lehetőségként van felkínálva számára, hogy tényleg ez az, amire rá tud tenni mindent, és hát pont ezért drámai az, hogy ezt se kapja meg. Tehát azt hiszem, hogy az nem véletlen mondjuk, hogy például a választófejedelem, amikor megtörténik mindaz, amit tulajdonképpen ő akart, és a rossz diák, vagy a elbitangolt bárány hirtelen mindent fölmond kétségbeesésében, mindent fölmond, akkor hirtelen már ő érzi magát ebben a helyzetben kényelmetlenül, és hirtelen valahogy ki tudja, miért szabadulna belőle, pedig hát tulajdonképpen az elvárásai megtörténnek. De azt mondja, hogy jó van, akkor most már menjél, fiam, haladjunk, mert valahogy még sincs ennek a helyzetnek olyan igazsága, amiben ő jól tudja érezni magát, vagy amiben ő jól érezhetné magát. Úgyhogy én ezzel teljesen egyet tudok érteni, és azt gondolom, hogy itt valahogy fel van mutatva egy ilyen dolog is, hogy azért, mert valaki, mondjuk egy társadalom, vagy egy értékrend kijelent valamit, hogy így kell élni, és valaki mondjuk ki tudja miért, valahogy sosem találja benne a helyét, akkor lehet, hogy azon is érdemes elgondolkodni, hogy amik neveltetésben, meg társadalmi szinten súlykolva vannak, lehet, hogy azok nem nagyon, csak picit másképp igazak, vagy nem teljesen igazak, és akkor lehet, hogy egy boldogabb életet lehet élni. Hogy lehet, hogy nem értettem teljesen, amit mondtál, de hogy a társadalom, legalábbis itt, az pont nem ezt mondja, tehát hogy ezek a... Ő egy álmodozó, ez a saját magával szembeni elvárásai, vagy ez az ő önképe, hogy neki hősnek kell lenni, és ő így definiálja a hőst. És persze ez egy önhazugság, de hogy... Mondd csak. Az valahol egy társadalmi elvárás, hogy megszegted a törvényt, ezért halál jár. De persze, ha kéred, akkor ezt a törvényt nem érvényesítem rajtad. De a törvény maga, az egy társadalmi elvárás, hogy neked ezért meg kell halnod. És egyszer csak az ember úgy dönt, hogy jó, akkor igazal kell legyen a társadalomnak, ezek szerint ezért halál jár. És akkor ennek megfelelek. Hát meg azt képzeljük el, hogy mi az állam elvárása, hogy a halál az egy dicső dolog. Az egy dicső dolog. Tehát, hogyha te katona vagy, akkor az a legnagyobb dicsőség, hogyha te megmersz halni. Ez minden katonát ezzel vernek át mindig, nyilván azért, hogy harcoljon. Mint hogyha a hatalom és az alattvaló viszonya fejeződne ki a fejedelemnek és a hercegnek a viszonyában, és mint hogyha egy mérleg hintán ülnének, amikor az egyik megmenti a lelke üdvét, akkor a másik elveszejti azt, és amikor a másik elveszejti, akkor az egyik megnyeri azt. Mint hogyha ahogyan a herceg az egzisztenciája, hogy a fizikai léte, vagy élete, húsvér, teste és élete, illetve a megítélése, lelki üdve, a jelleme, a jellemének a presztízse, fogalmazhatok akár így is, között vívódik, úgy vívódik a fejedelem, a hatalma és a szíve, a hatalma és a emberi rokoni kapcsolata, az személye, mint személy, és a személye, mint intézmény között. És kicsit olyan a helyzet, minthogyha a herceg egy bizonyos ponton azt mondaná, hogy nem adom a lelki üdvömet, vagy nem adom a fejedelem lelki üdvét az életemért. Azért nem fogom odaadni, vagy elveszejteni az életemet és elnyerni a lelki üdvömet.
nem fogom megmenteni az életemet és elveszejteni a lelki üdvömet, hogy a fejedelem a kegyetlen ítélet, a önmaga kegyetlen ítélete alól mentesüljön. Akkor hát szenvedj el ő maga a maga kegyetlenségének a bűnét, és annak a megítélését az utókor szemében, vagy az Isten szemében, vagy a nép szemében, vagy akárkinek a szemében, aki majd megítéli. Hát, hogy itt valami olyasmi történik, ami a Kreón és az Antigoné között bizonyos értelemben, hogy abban a pillanatban, amikor az egzisztenciádat fenyegetik, fölértékelődik a lelki üdvöd. Abban a pillanatban, hogy a lelki üdvödet fenyegetik, a hús és a vér értékelődik föl. És azt hiszem, hogy minden emberben ott van ez a dilemma, meg ott van ez a feszültség, meg ott van ez a küzdelem, és a színház az attól színház, és attól jó színház, ha jó színház, hogy ezt minél mélyebbre hatóan képes megmutatni. És hát én meg ezután az előadás után szeretnék gratulálni az előadóknak, meg az alkotóknak, mert én ezt a dilemmát, meg én ezt a feszültséget, és az ahhoz tartozó szenvedélyt, azt nagyon erős vonásokkal láttam megvalósulni ebben a darabban. Úgyhogy szeretném megköszönni az élményt. Köszönjük. Köszönjük szépen.